olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetünk be a gyakorlatba, amelyek korábban nem voltak ismertek Magyarországon. Egy részüket mi se ismerjük, tehát komoly kísérletek is lesznek ezek. Nem ismerjük például azt a dolgot, hogy a 25 évnél fiatalabbak nem fognak Magyarországon jövedelemadót fizetni. Ilyen a világon egyetlen országban van, Lengyelországban, onnan vettük át. A lengyel számokat ismerjük, hogy hogyan reagál mindenre majd a magyar közvélemény, azt jövőre tudjuk meg. Minden esetre azt egy komoly teljesítménynek tartom, hogy Magyarország ma egyszerre tud segítséget nyújtani a legfiatalabbaknak, 25 év alatti dolgozó fiataloknak, és a legidősebbeknek azzal, hogy a 13. havi nyugdíjat, nem csak annak második heti részét, hanem az egészet vissza tudjuk állítani már a következő év elején.